Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérte: ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özöllöttek hozzá az emberek. A mai evangéliumban egy gyógyításról hallunk. Nem is akármilyenről, hanem egy olyan gyógyításról, amikor Jézus érintéssel gyógyít. Korunk leprája a Covid. És talán abban egyezik meg a kettő, hogy mind a két betegség magányossá teszi az embert. Elszigetelté. Amikor én is megkaptam, az volt a legnehezebb benne, hogy egyedül kellett maradnom. Persze vannak telefon és minden más, de ezek nem pótolják a személyes találkozásokat. Vagy azt kell mondani az embernek, mint a leprásnak, hogy vigyázz, nem találkozhatsz velem, ne szívjál egy levegőt velem, ne legyél egy légtérbe velem, ne érints engem, ne érints meg a tárgyakat, amelyeket én használok. Ugyanúgy, mint egy leprásnak. És az orvos is telefonon gyógyít. Zajlik körülötted az élet, kint hallod a hangokat, beszélnek az emberek, lehet, hogy rólad, de nem veled. Micsoda elmagányosodás ez, micsoda negatív kép ez. És azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amiben Jézus is belép az érintéssel. A gyógyulás számomra is az érintéssel kezdődött. Azzal, amikor végre valaki nem telefonon vizsgált, hanem hozzám érve hallgatta meg a tüdőmet, a szívemet és a többi, és emberek is lettek körülöttem. Mindig tudtam, hogy az érintés olyan fontos dolog. Az öt szeretet nyelv egyike is. A gyerekeknek a szeretet tankját föltölti egy anyai vagy apai ölelés. Mi magunk is vágyunk arra, hogy jó érintéseket kapjunk. Mert aki közel kerül hozzánk, az nem csak a testünket érinti meg, hanem a lelkünket is. Aki távol kerül tőlünk, az fizikailag is, meg lelkileg is távol lesz tőlünk. Szoktuk mondani ezt, hogy valami mélyen érint, valami mélyen megérintett. Ez azt jelenti, hogy nem csak a testünket, és elsősorban nem, hiszen ezeket már elvont értelemben szoktuk mondani, hanem az egész létünket, egész létezésünket megérinti. Ilyen értelemben beszélhetünk Jézus érintéséről. Az embert, az egész embert érintő érintésről. Igazából azt hiszem, hogy ezért lett Isten emberré, hogy így konkrétan, kézzelfogható módon érinthessen bennünket. Az egyik legszebb jelenet Bergman Kígyótojás című filmjében, amikor a paphoz oda megy egy idős, eléggé depressziós, rossz állapotban lévő asszony kényszeres vallásosságától szenved, és elmondja a papnak, hogy most ő teljesen magányos, sötétségben van, egyedül érzi magát, az Isten távol van tőle. A pap először eléggé ingerült lesz, aztán utána azt mondja: most térdelj le és megáldalak. Istent távolinak érzed, de én közel vagyok hozzád. És éppen ezért rád teszem a kezemet. És akkor tudhatod, hogy nem vagy egyedül, nem vagy magányos, szerethető vagy, és nem vagy sötétségben. Amikor megérintelek,
Isten érint meg. Jézus így gyógyít. De hát érinteni mi is tudunk, jól vagy rosszul. És azt gondolom, talán a legszebb feladatunk Jézus nyomán, hogy éltetően, gyógyítóan érintsünk, testileg, lelkileg.